Kedves jó testvéreim, a múlt vasárnap a pusztában jártunk, a pusztában pedig Keresztelő János volt a segítségünk, hogy hogyan tudjuk bejárni a pusztának a kiaszottságát, és hogyan tudjuk élettel megtölteni azt. És ugyebár a múlt vasárnap azt láttuk, hogy a pusztában a jó cselekedetek azok, amelyek előre vihetnek ezen az úton, mert hogy arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mit cselekedjünk. A mai vasárnapon pedig a puszta után képzeletben Máriával a hegyekbe utazunk. Nem olyan nagy hegyeket kell természetesen elképzelni. A Szentföldön nagyjából azon a 150 kilométeren, amit annak idején megtett Mária az északi ország részből a déli ország rész felé, nem voltak túl nagy hegyek, nagyjából ilyen néhány száz méteres dombokat kell igazából elképzelnünk. Ma azt szemléljük, hogy az az öröm, amivel Mária elindul az angyali üdvözlet után, ez az öröm hogyan tud közösséget teremteni, hogyan tud szolgálattá átváltozni. És nagyon izgalmas lesz, hogy a következő napokban egyre inkább e felé, a közösség felé tartunk, hiszen a jászolnál is majd egy ilyesfajta közösséget fogunk megélni és megtapasztalni, mint amit itt Mária megtapasztal Erzsébettel, illetve a két anyaméknek a gyümölcsei, a gyermekek, Jézus és Keresztelő János is felújonganak, megtapasztalják ezt a fajta örömet és közösséget. Elsőként tehát röviden az örömnél maradnék, hiszen izgalmas az a kifejezés, amit az evangélium használ. Az angyali üdvözletnél azt olvassuk, mindössze néhány mondattal e szakasz előtt, hogy örvendez, kegyelemmel teljes. Ez volt az angyalnak a köszöntése Máriához. Ezt általában úgy szoktuk fordítani, ahogy imádkozzuk is, hogy üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Viszont az eredeti kifejezés az egészen egyértelműen az örömre utal, vagyis azáltal, hogy Mária fogadja, befogadja a szíve alá Jézust, lényegében elindul az örömnek a tapasztalata, az örömnek a története. Nem véletlen, hogy az egész keresztény üzenetet úgy nevezzük, hogy örömhír, jó hír, vagyis euangelion. És pontosan ez megy tovább ebben a történetben is, amikor azt látjuk, hogy Mária ezt az örömet nem tudja és nem is akarja önmagának megtartani, hanem szinte egy belső késztetést érez, hogy azt megossza másokkal, megossza idős rokonával, Erzsébettel, Keresztelő János édesanyjával. Vagyis röviden azt mondhatnám, hogy a jelszó a mi életünkben is, most még így a célegyenesben karácsony felé, az lehet, hogy add tovább. Add tovább az örömet, add tovább a fényt, immár a négy adventi gyertyának a fényességét, add tovább mindazt, amit eddig megtapasztaltál, még akkor is, ha kicsiny vagy, még akkor is, ha szegény vagy, még akkor is, ha nagyon törékeny a te hited. És ezért fontos, hogy a mai három szentírási részben ez a kicsinység, ez a törékenység megjelent nagyon szépen. Az első olvasmányban, amit olvastunk Mikeás prófétától, ezt a kicsinységet, a gyengéknek az üzenetét Betlehem hordozza. Így hallottuk, te, Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd a megváltó. A zsidó levélben tovább ment ez a téma, a Szentleckében, amikor a zsidó levél szerzője az emberiségnek a törékenységéről beszélt, arról, hogy az emberfia úgy fog közénk születni, hogy teljes mértékben vállalja az ember létnek az összes gyengeségét, a bűnt kivéve. És ehhez társul harmadikként az evangélium részletben Mária, a maga törékenységével. Jól tudjuk, hogy mindössze 14-16 éves lehetett. Jól tudjuk, hogy az ő bizalma mégis le tudta győzni azt a félelmet, amely azért talán benne is munkálkodott. Az öröm tehát közösséget teremt, mer elindulni, és nem akárhová mer elindulni. Ez a következő fontos pont. Azt olvastuk itt az evangéliumban, hogy Mária útra kelt a hegyek közé.
És ezt bizony olvashatjuk lelki, spirituális értelemben is, ahogyan azt már az egyházatyák is magyarázgatták a harmadik, negyedik században. Többek között Milánónak a püspöke Szent Ambrus izgalmas kommentárt fűzött hozzá, vagyis a hegyek jelentik valamiképpen az isteni szférákat, valamiképpen az isteni magasságokat, így tehát Mária nem pusztán a földön jár ezzel az üzenettel, Jézussal az ő méhében, hanem megpróbálja a lelkét is az Istenhez emelni. Ezt mondja Szent Ambrus. Mivel az ő lelke már tele volt Istennel, hová mehetett volna máshová sietve, mint a magasságok felé? A Szentlélek kegyelme nem ismer tétova késlekedést. Így jön tehát képbe a kilépésnek a motívuma, és ez legyen a harmadik, amit ma magunkkal viszünk. Ferenc pápa nem véletlenül beszél újra és újra a kilépő egyházról, arról, hogy ne tartsuk magunkban azt az üzenetet, az örömhírt, magát Jézus Krisztust, akit mi magunk is hordozunk, hanem merjük azt tehát megosztani másokkal is. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy olyan élményem, amit még sok-sok évvel ezelőtt még kispapokkal éltünk meg. Akkor a szemináriumi évek alatt elhatároztuk, hogy karácsonyi időszakban megtanulunk egy népi betlehemes játékot. Meg is tanultuk, sikerült elsajátítani énekkel, zenével, versekkel. De azt mondtuk, hogy nem elég az, hogy ezt magunknak megtanuljuk és előadjuk kispaptársainknak, hanem elmentünk a város legkülönbözőbb pontjaira. Voltunk a kórházakban, voltunk a bevásárlóközpontokban, voltunk a Kárász utcán és rengeteg egyéb helyen, ahol az emberek meglepődve nézték, hogy kik ezek, mit akarnak, és úgy egyáltalán mit keresnek ezek az utcán ezzel az üzenettel. És a legmegdöbbentőbb találkozás ennek kapcsán az volt, amikor éppen a Kárász utca és a Klauzál tér találkozásában letáboroztunk, elővettük a kucsmákat, a hangszereket, ott volt a kis jászol, benne a kis Jézussal, elkezdtük a betlehemes játékot, és látom, hogy valaki, egy férfi, egy középkorú férfi megáll, elegáns fekete ruhában, fején kalappal, megáll és nem siet, végigvárja, sőt, mi több, utána odalépett hozzánk, és azt mondja, nem tudom, hogy kik önök, de ez az előadás itt és most nekem óriási vigasztalást jelentett, mert egy-két héttel ezelőtt vesztettem el a feleségemet, és most megkaptam mindehez ebben a gyászban azt az erőt, amivel tovább tudok lépni az életem során. Ez a kilépés eredményezett valami olyat, amit nem is gondoltunk, nem is vártunk, nem is reméltünk. Valami olyan ajándékozás történt, amelyet csak a gondviselés tudott igazán beteljesíteni. És úgy gondolom, hogy ennek a férfinek, ennek a férjnek, édesapának az életében valóban ez volt az igazi karácsony és az igazi karácsonyi ajándék. Ha nem történt volna meg ez a kilépés a mi részünkről, ez a bátorság, ez a megosztás, akkor neki nem lehetett volna igazán karácsonya. Kövessük tehát Máriát az örömben, kövessük tehát őt abban, hogy a magasságok felé tartunk, és kövessük őt abban, hogy a kilépő egyház tagjaként legyünk egészen bátrak elvinni az üzenetet, és mindebben Istenre hagyatkozni. Szent Ambrus gondolatával fejezem be ehhez kötődően. Ti is boldogok vagytok, akik meghallottátok az igét, és hittetek neki. Mert mindaz a lélek, aki hívő lett, Isten igéjét fogadja és szüli, és felfogja, valamint megcselekszi Isten tetteit. Így legyen. Amen.